Hash, 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 hash. Ezek a felvételek a napokban a Vaskakas Báb Színházban készültek, amikor a társulat éppen legújabb, idei első darabjára készült. A Lázár Ervin meséjére épülő előadást Fige Attila rendezte, elmondása szerint ugyanis nagyon szereti Habci király történetét. Azt gondolom, hogy rengeteg olyan problémát felvet, vagy rengeteg olyan vonatkozása van, ami manapság is érdekelheti az embereket és a gyerekeket egyaránt, valamint hát az utóbbi 20 év, 30 év változásai tulajdonképpen egy kicsit így belelettek csempészve, vagy hát látszanak ebből a darabból, és azt gondolom, hogy gyerekeknek és felnőtteknek is egyaránt élvezetes lehet. Nem csak a történet miatt lehet élvezetes a mese, hanem Kis Erzsi zenéje miatt is. A világot járt szerző készítette ugyanis a darab dalait. Ebben a produkcióban minden muzsika, minden apró kis zaj élőben szólal meg. Talán ez is lehet az oka annak, hogy a színészek is annyira szeretik. Szerintem csodálatos a formai világa, nagyon-nagyon szép a színekkel való bánás. Szóval azt hiszem, hogy a gyerekként engem ez nagyon lenyűgözne. Nagyon tetszenének a zenék, meg ezek a mozdulatok. És valószínűleg megérteném azt, hogy mit akarnak vele mondani, vagy inkább így érezném gyerekként. Tehát, hogyha a konkrétan nem is fordítanám le, mint amit felnőtt, hogy következtetéseket von le dolgokból, de hogy biztos, hogy így megérezném. Az Orfacsaró Náthától és a Tüsszentéstől rettegő király meséjét vasárnap mutatta be a társulat, de aki lemaradt, annak sem kell elkeserednie, hiszen látható lesz még a darab legközelebb október 26-án, vasárnap.